Hello mindenkinek, én Gibi vagyok, és köszöntelek titeket a Minecraft Story Mode következő részében. Itt vagyunk ugye a harmadik epizódban, és ennek egyébként a második része következik. Az előző részben megtaláltuk Soren Overworld-beli mobcsapdáját, és átjutottunk ott az ott levő portálon keresztül ide az Endbe, és itt van egy ilyen elég királyul kinéző szimulált Overworld, ami gyapjúból épült föl, illetve fából. Úgyhogy most ezt fogjuk itt felderíteni, illetve kicsit összehozzuk a csapatot, mert az előző részben igencsak szétestek, ha fogalmazhatok így. Úgyhogy ez lesz most a feladatunk. Igazából aki nem ismerné a Minecraft Story Mode-ot, annak gyorsan elmondanám, hogy ez nem a Minecrafton belül egy játék, ez egy teljesen másik játék, viszont a Minecrafton alapszik. És az egész olyan, mint egy mozi igazából, én nagyon élvezem. Viszont azért interakcióba léphetünk a játékkal, és formálhatjuk a történetet, tehát megváltoztathatjuk az eredeti végkimenetelt. Hogyha egy első látásra tetszik nektek, akkor mindenféleképpen maradjatok itt, mert megéri, nagyon király kis játék. És hogyha esetleg újak lennétek, és tényleg nem ismernétek magát a játékot, illetve a sorozatot, akkor ajánlom az elejétől végignézni a sorozatomat, egyébként magyar feliratos az összes rész. Mert, hát, mint mondtam, egy történeten alapuló játékról van szó, és azért jó, hogyha tisztában van az ember azzal, hogy mi történik. Viszont szerintem akkor beszéljünk az emberekkel, kezdjük Petrával. Ugye neki mostanában igencsak gondjai akadtak ezzel a Wither betegséggel. Nézzük akkor, hogy mi van vele most. Hey Petra. So on a scale of to how bad are you feeling? Somewhere in between, but I'm holding on for now. I'm too busy too. Have you ever seen anything weirder than this place? Actually, yeah. I once saw a villager dig a huge trench and fill it with like a million carrots. Ezt te hol láttad? How do you think Soren managed to get out of here without leaving any clues behind? He is the greatest builder of all time. If anybody knew how to put in the secretest of secret doors, it's him. So I'm probably looking for... Well, to open a secret door, you need a secret mechanism. I guess I'm gonna keep looking around. Look away. Tudok vele még beszélni valamiről? Hey. I'll be back. I'll be here. Oké, hát ez egy elég tartalmas beszélgetés volt. Lucas az valahova elvonult. Nem is tudok arra menni. Jó, akkor menjünk Oliviáikhoz. Ó, Ruben is itt van. You like that, don't you, boy? Hey, Ruben. Jó, hát megnézzük, hogy Ruben nekünk mit mond. Kíváncsi vagyok, hogy mire jutunk vele. I know I'm supposed to be looking for something, Ruben. Any idea what? What's that, boy? You see something over there? Szóval mi is láttuk. You doing okay, buddy? High five, Ruben. Ez a beszéd. Idézőjelben. Well, I'm gonna keep looking. Oké. Ruben is nézelődik. Remélem nem hiszi erről a rózsaszín gyapjulóra azt, hogy egy másik malac. Beszélgessünk akkor a többiekkel. Thought you could trick me, huh, fake son? Well, it's not gonna work. What's up, Jesse? Either of you guys know what's eating Lucas? Well, as a longtime observer of human behavior... We have no idea. Try, you know, talking to him. Hát de... Annyira nem szokta ezt értékelni. You both doing okay? Could be worse. Could be better. Értem. Found anything interesting? Just that button. Doesn't really seem to do anything though. Hát gondolom valami kombinációt kell kirakni. I'm gonna keep poking around. Right. Oké. Oda megyek Lucashoz. Mert igazából nem
túl nagy örömmel, mert nem tudom, mostanában olyan furcsán viselkedik. Ez mi? Egy apjú zombi? Ja, ez itt. Értem. Olyan kis nyugis ez a hely. Csönd van, vízcsavogás, teljesen jó. Nézzük meg lebb a szökőkutat. Well, at least that's not made of wool. Igen. Must be all sorts of hidden water systems in this place. Igen, Soren az egy nagy építész volt, illetve nagy építész, ugye amikor az első rész kezdődött, akkor megtudtuk a legendából, hogy világok építője, a rend vezetője volt, és hát tényleg egy nagyon jó építő. Itt is látszik szerintem. Beszéljünk akkor Lukasszal. Mi a helyzet? What do you want? Értem. Ez jól kezdődik. Petra's worried about you. Listen, I know I've been prickly, okay? But Jesse, I think something's wrong with Petra. És most emiatt ilyen változott meg ennyire, Lukasz? You have to have noticed. The lack of energy. What exactly? Nem akarom elárulni, hogy tudok róla. Megígértem Petrának. Okay, something big. It's not fooling anybody. At least not me. Igen, ez érdekes, hogy csak ő vesz észre. Nem mondom el. Now you're just imagining things. Let's hope so. Ezt a kart kéne valahogy megszerezni. Mindegy, még erre körül nézek először. Ha tudok. Nem tudok. Jó. Most el fogsz menni, hogyha megkérlek? Kéne nekem az a kar. What do you want? Hogy arrébb menj. Nem fog arrébb menni. You know what? Never mind. Lehet, hogy először valami más kéne megnézni. Ott is van egy kar például. Ez a gomb szint. Akkor elvileg nem csinál semmit, mert azt mondta Olivia. Még annyira nem érdekli őket, hogy ki kéne innen jutni, csak nézelődnek. Didn't do anything. Igen. Azok a lámpák jelentenek majd valamit. Nézzük ezt a kart. Cool. Okay, a középső egység az világít. Hallgassunk a falra. Lehet itt lesz valami átjáró? Sounds like the music is coming through the wall. Looks kind of like clouds made out of glass. Lehet. Most már fog csinálni valamit, vagy meg kell húznom a másik kart is? Didn't do anything. Nem. Jó, akkor talán most arrébb megy már Lukasz. Szia Olivia. Tudod, csak szokásos így sétálgatok össze-vissza. Oké. Okay. Ez székrecsegés volt. What do you want? I kinda need to get at that lever you're blocking. Fine. Igazán kedves. That wasn't too hard, was it? Jó. Walking one foot to the left? Nope. I think I got that covered. Jó. És akkor most a gomb csinál valamit, vagy kell egy harmadik kar is? Mindjárt kiderül. Kell egy harmadik is. Jó. Azt fogja a bal szakaszt kinyitni, vagy hát felkapcsolni. Akkor most erre jövünk, erre még nem voltunk. A
akkor hátra Petra felé. Na, érdekes ez az irányítás. Kinek mit jelent az előre meg a hátra. Szia Petra, itt van egy kar, igen. Ez fogja a bal egységet kivilágítani. Jó. És akkor most menjünk, bocsi Petra, most menjünk a gombhoz. Most már tudja, hogy fog csinálni valamit. Igen. That's weird. Hey everyone, I think I found Soren's way out! Great. Now on to Weirdoville in 3, 2, 1. Ez a Lucas, ez... Nice sleuthing, Jesse. Sorry I wasn't more help back there. Annyira nem kell segítség háromkor. When I think back to how I ran all over Endercon looking for Ivor. Or when I got that skull. I'm just happier with us. We'll check out the rest of the house. See if we can find Soren before he finds us. Hát igen, lehet, hogy nem lennénk jó kis meglepetés vendégek. Azok ott Enderman lábak? Ja, nem csak vas rács. Azt hittem már valami Enderman farmja van itt. Minek van ilyen hangja? Mindegy. Guess the water system isn't just for the outside. Not that the outside was actually the outside. Egész jó kis kuckója van itt. Sorennek tetszik. Olyan sok ülőhely van itt, ilyen rendezvényeket tart itt, vagy mi? Csak nem. You could fit hundreds of people in here, but doesn't look like it's being used for much of anything. Igen. Ezen az oldalon van valami? Hova lettek a többiek? Eltűntek a többiek. Vagy lehet, hogy gyorsan előre szaladtak? Nem tudom. Minden esetre... Hát akkor vizsgáljuk meg még jobban ezt a termet. Tök király egyébként, nagyon kis feelinges. Ó, oh, itt van Olivia, ott jön, onnan jön a zene. Aki hát akkor menjünk oda. Well, the music's louder. But I don't hear anyone talking in there. Még magában nem is nagyon beszélgetne Soren szerintem. Habár itt a sok magánytól lehet, hogy... Let's see what's going on behind this door. Ó, oh, már is be tudtam jönni. Azt hittem, hogy körül tudok nézni odaként. Na mindegy. Többieket úgy se láttam. And I call that one symphony in E. A new composition to celebrate. My newest discovery. That's him. This time I observed Soren place a block on top of another block. What the? Rudimentary, yes, but it's just a recording. Undeniable intelligence. I hope I'm not imagining things. After all that, he's not even here. I better eat something. I'm positively lightheaded with excitement. We came all this way, and for what? We're no closer to Soren than before. Well, this record didn't turn on by itself. Again, Soren bekapcsolhatta. Huh, good point. I guess he really likes the sound of his own voice then. Maybe there's something useful well, on this record. My next step I can figure out what he's whether talking they might be about. Able to be persuaded to build collaboratively. Huh. I've worked up a simple set of building instructions to inspire them. I will disguise myself and hide among them in order to observe them more closely. Mm-hmm. Hmm. Hide among them. Hide among who? The Sandermanek között, nem? Jesse? Do you think Soren is talking about them? Ez lehet.
Ott miért fog egy földet, ha egyik ember Then again, everything else about this guy has been pointing to crazy. You think he's actually training Enderman to build stuff? I think he thinks he's training Enderman to build stuff. Lehet, mert ő nagy építés. Let's look around, see what we could find out. Okay, azt megtudtuk, hogy ezekkel a CD-kkel valamit... valamire rá lehet jönni. Tehát lesznek benne ilyen kis utalások. Kinézzünk, remélhetőleg nem fogunk farkas szemet nézni egy Endermannel. Jaj! Olyan, mintha ásítottunk volna. Itt van egy ilyen Enderman ruha. Lehet, hogy ezekkel akar bemenni az Endermanek közé? Még itt egy magasabb, akkor gondolom, hogy a jobbat vette el. Olivia, check it out. An Enderman suit? Either Soren's got a very unique fashion sense or... Wait a second! This must be the disguise Soren was talking about on the recording. In order to walk amongst the Endermen, you have to become an Enderman. Ah, it smells like one apparently. Woof. Jó. Aha, majd föl tudjuk venni. Most még nem. Egyelőre Ruben itt volt valahol, nem? Aha, ott mozog. A kis buksia. Neked van valami? You find anything useful? Worth asking. Hát ki tudja néha. Hát talál ő is valamit. Miért ne? Furcsák ezek itt a... ezek a blokkok. Olyan, mint Endermanek pakoltak volna így random dolgokat. Érdekes, hogy a S-sel, tehát a hátrafele gombbal jövök így jobbra. Jó, itt volt láda. Átmutatjuk gyorsan. Found something. What you got? It's definitely some sort of crafting recipe. But why would someone as brilliant as Soren need a recipe for a shape that simple? Because they're not for Soren. They're for the Endermen. Ah. This must be what he's trying to teach them to build. SAO. Okay, so. If Soren is using those blueprints to teach the Endermen to build, and there's a disguise missing from the stand, he must be conducting his experiment right now. Of course! The missing disguise is the one he had to put on before going outside. Which means if we want to get to Soren, we have to go out there to do it. That leftover Enderman suit would fit me. Guess it's time to play dress up. Jó, egyébként itt nagyokat villámlik. Való életben, remélhetőleg nem csapja le az áramot. Hát annak nem örülnék. Jó, van itt egy ilyen festmény, egy aranyalmáról. Elmegy végül is. Én sem vagyok egy művész. Művész. Így egyben. Hey, Olivia. You go ahead and build with those Endermen outside. I'll just wait here. Köszi. Én is erre számítottam. Itt nincs semmi ezek szerint. Ez egyébként tök annyira teszik, hogy és most már össze tudjuk szedni ezeket a blokkokat. Aha, hogy le tudjuk craftolni. Ez nekem annyira tetszik, hogy az Endermeneket akarja megtanítani építeni, meg craftolni. Ez tök ötletes szerintem. Oké, itt oldalt valami sütőkben. Itt úgy látszik, egy automata sütőrendszer van. Nem rossz, nem rossz. Itt semmi. Itt az első agyagblokk. Mindjárt szinte meghallgat. Vannak növények. Utána meghallgatjuk a felvételeket. Guess it's hard to get plants to grow in the end. Hát igen, nincs túl sok napsütés. Még a kamu overworldbe se fognak ezek megnőni. Hallgassuk meg ezeket. Hogyha valakinek nincs kedve ezeket végighallgatni, akkor most a képernyő jobb felső sarkába ki fogok tenni egy ilyen kis szöveget, ami hát ami majd írni fogja, hogy hova kell tekernetek a videóban. Viszont akkor ezeket most gyorsan végighallgatom. Totemic constructions of peaceful Endermen. Could Endermen be implored to work together? Or are they like sheep and pigs,
wandering randomly and doing things based on whim rather than higher thought processes. I've already decided that only Endermen at peace build structures. When agitated, such as yesterday, they don't seem to have any interest in building things, only hitting me with their fists, repeatedly. Meanwhile, peaceful Endermen will move blocks from place to place, on and on, seemingly ad infinitum, until they somehow achieve satisfaction and teleport away. Clearly, this will require further detailed observation. I am so, so lonely. Oké, ezt nem fogom szerintem feliratozni, bár igazából nem mondott annyira bonyolult dolgokat. A lényeg az, hogy így elkezdte tanulmányozni az endermeneket, és hát próbálta kitalálni, hogy pontosan hogy viselkednek, mintha egy csapat bárány lenne, vagy esetleg kicsit intelligensebbek, és arra jött rá, hogy ha békések az endermenek, tehát nincsenek provokálva, akkor van kedvük építeni, és egyik blokkot felemelik, majd leteszik valahova, és ezzel egy ilyen elégedettséget érnek el, és utána elteleportálnak. Viszont hogyha provokálva vannak és éppen üldöznek valakit, akkor semmi érdekeltségük nincsen az építés területén, inkább csak megtámadják jelen esetben Sorent, és hát a végén elmondta, hogy milyen magányos itt. Jó, nézzük a következőt. The Folly of Pumpkins? Wearing a pumpkin may stop the Endermen from attacking me, but I remain convinced it is also altering their behavior, as if their preternatural knowledge of my presence keeps them from revealing their true natures. Therefore, I have now begun to fashion a camouflage suit that will allow me to mingle amongst these heretofore inscrutable creatures, and, like a fearless explorer burning his boats to the ground upon reaching the shores of a new land, my entire cache of pumpkins has now been baked into delicious pies. Arról van szó, hogy ugye rájött, hogy a tökfejekkel átszázni tudja magát, és így bemerészkedhet az endermenek közé, viszont nem tudja teljesen elérni azt az állapotot, hogy tényleg úgy kezeljék, mint egy másik endermen, vagy mint egy semleges lényt, és így kiadják a természetes formájukat, tehát hogy tényleg ugyanúgy viselkedjenek, mint hogyha nem is lenne ott, mert azért gyanítják, hogy ez a tökfej ez egy kicsit furcsa. Ezért fejlesztette ki ezt a jelmezt, amivel már tényleg megfigyelheti, hogy hogy viselkednek hogy viselkednek az endermenek, amikor csak úgy ott egymás közt vannak. És így igazából feleslegesé vált a tökfej, ezért tökpitét csinált belőle. Oké. Okay. Az igen teleportáló Enderman képesség. Observations part 27? Az igen, 27. rész. I've been watching the Endermen up close today, and I'm convinced that I may have caught them communicating. Or at the very least, two of them stood near each other for an extended period. It was very exciting. Then they wandered away. But it seemed deliberate. Maybe. I followed one of them for the next 3 hours. Here's what happened. Aha, gondolom akkor a negyedik szélén tudjuk meg, hogy mi lesz. Arról van szó, hogy hosszas megfigyelés után kommunikáció első jeleire lett figyelmes az endermenek között. Legalábbis két enderman sokáig állt egymás nézve egymással szemben, majd utána elsétáltak. És az egyiket 3 órán át követte, és akkor most fogja elmondani, hogy pontosan mi történt ez alatt a megfigyelés alatt. Calls of the Enderman. Nem maradta. Vége. And finally, an Enderman love song. It's all just fascinating. Oké, tehát rossz szemekkel figyeltem végig az elmúlt fél percet. Arra van szó, hogy elkezdte utánozni, illetve tanulmányozni az endermenek hangjait, és hát ezeket hallhattuk, gyönyörűek voltak, aztán a végén egy ilyen szerelmes dalt játszott el, és hát hümögött el. És hát ezt mind nagyon izgalmasnak találja.
Nekem az első része tetszett, hogy így megfigyeljük, kommunikálnak, építkezésre tanítjuk őket, de ez azért már kicsit beteges. Jó, igazából ennyit kell tudni akkor a CD-kről. És akkor mostantól ide kellett, hogy jöjjetek, ezt azoknak mondom, akiknek ugye az előbb felraktam a jobb felső sarokba egy ilyen kis szöveget. Most már befejeztük a CD-ket. Igazából semmi játékmenet módosító dolog nem volt bennük. Csak egy-két extra információ. Jó, akkor szedjük össze ezeket az agyagblokkokat és kraftoljuk le azt, amit láttunk azon a tervrajzon. Those instructions called for clay blocks, just like this one. Oké, itt is volt egy. I'll take this one too. És itt van ugye a tervrajz. Nem tudom megnézni? Nem, azt hittem megnyitja. Jó, akkor nézzünk még további agyagblokkokat. Ott is van egy. Itt is van. Jó, nem is tudom mennyi kellett összesen. That's three I've grabbed so far. Mindenesetre három van már nálunk, ahogy azt Jesse is mondta. Oké, itt is lesz egy Rubennél. Hűha, szerintem én nem akarok kimenni. Majd csak felvettem a jelmezt. I'll take this one too. És akkor menjünk föl. Szerintem ide lent már nem volt több. Annyira tetszik ez a játék. Most nem tudom, hogy miért akartam ezt most így elmondani, de... annyira feelinges. Nézzünk ki az ablakon. Most már magasabban vagyunk. It's a good thing they can't see me through this glass. Ott van Soren! Látjátok? Ott volt Soren. Most már nem tudok visszamenni, de majd kirakok oda egy nyilat. Tudtam, hogy egyszer látni fogom. Életcél teljesítve. Oké, megvan az utolsó blokk is, de azért én még itt körülnézek, hát ha van valami fontos dolog, vagy egy kis extra történet. Erre nem nagyon tudok jönni. Hopp, space-ről valamiért azt hittem, hogy tudok ugrani. Jó. Erre eljöttünk, de a másik irányba még nem. Úgyhogy most megnézzük ezt a részt is. Jó, hát ez megérte. Akkor menjünk le. És akkor lecraftoljuk a dolgokat. Volt itt crafting table? Nem is emlékszek rá. Annyira örülök egyébként, hogy most jók a hangok, tehát hogy beszélnek a karakterek és nem csúszik el a kép a hangtól. Mert az előző két részben, a második epizódban kétszer annyit kellett dolgoznom a videókon, hogy összecsúsztassam valamennyire a két sávot, de még így is voltak benne eltérések. Nagyon idegesítő volt. Hol kell ezeket összekraftolni? Oké, kiderült, hogy 6 blokk kell, itt a tervrajz is mutatja, 2-2-3. Mit mondtam? Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6 és nálunk csak 5 van. Az a hatodik, hát akkor az valószínűleg kint lesz. Úgyhogy szerintem, hát még egy utolsó szót váltok Oliviával és akkor utána kimegyünk. Ja? Összejön? Hey Olivia. You go ahead and build with those Endermen outside. I'll just wait here. Oké, okay. Semmi különös nincs. Akkor... ideje fölvenni ezt a jelmezt. Annyira nem élethű, mint az eredeti változat, amit látunk Sorenen is, mert látszódott az ablakból, egy ilyen kis rejtett dolgok lehetett a játékban. De akkor most fölvesszük. És remélhetőleg beválik ez is. Felöltözünk tehát, nagyon keményen. Oh, hova lehet, Jesse? Tisztán Enderman? How do I look? I don't think you want my honest opinion. But, it just might do the trick. Hát lehet. Akkor menjünk ki.
Még valamit tudsz mondani? You know that's really creepy, right? Huh? The Ender suit. I keep wanting to not look at you. It's so disturbing. Akkor ennyire illetve lenne. Sorry. You go ahead and build with those Endermen outside. I'll just wait here. Jó, akkor ki kell mennünk építkezni. Viszont ez már csak a következő részben fog megtörténni. Tehát a következő részben fogunk kimenni az izgalomba. Úgyhogy ennyi lett volna a harmadik epizód második része. Remélem, hogy tetszett nektek és izgalmasnak tartottátok, illetve jól szórakoztatok. Hogyha ez így volt, akkor kérlek jelezzétek ezt egy like-kal, illetve mindenféleképpen írjátok meg a véleményeteket kommentben. És találkozunk már akkor a következő részben. Addig is, sziasztok!